Amikor 4 évvel ezelőtt kijött a PlayStation 5, azt vártam, hogy leesik az állam, és nem csak a földön koppan, de átszakítja a padlót, és meg sem áll a föld magjáig. De nem ez történt. Az első játékok egyáltalán nem voltak rosszak, ugyancsak éppen nem tettem le tőlük a hajam. Egyetlen egy játékot kivéve. Az Astro's Playroomot, ami minden géphez ingyen járt. Nem is volt több egy 1,5 órás lazaugrálásnál, ami ráadásul tulajdonképpen nem is volt más, csak egy nagyon jól összerakott tech demo. Az Astro's Playroom úgy mutatta meg az akkor még vadi új DualSense controller minden csodáját, hogy azóta sem nagyon akadt olyan játék, ami ilyen szuperül és szórakoztatóan kihasználta volna. Ami azért valljuk be valahol gáz. A játék viszont szép volt, aranyos volt és ötletes, csak kevés. Azért volt ez bosszantó, mert annyival, de annyival több lett volna ebben a karakterben, akár egy igazi platformer klasszikus is, de hát be kellett érnünk ennyivel. A Team Asobi viszont meghallgatta imáinkat, és 2024. szeptemberére össze is kalapált egy teljes értékű Astro kalandot, és most apusikoltozva újongó PS5 tulaja vagyok. Mert az Astro Bot egy embertelenül jó platformer, pont olyan, mint amilyenre ennek a konzolnak szüksége volt. És ez nem azt jelenti, hogy ne lettek volna már überállat platformerek a PS5-re, mert hát a Ratchet & Clank Rift Apart és a Sackboy bőven azok, de Astro valami olyat tud, amit egyetlen PS5 játék sem. Olyan hangulatot hoz, amit senki más nem képes hozni ezen a konzolon. Mindezt úgy, hogy megkapunk mindent, amit a 2020-as nyúlfarknyi kalandban, de úgy duzzasztották fel a koncepciót, hogy abban nem lehet belekötni. Mondjuk a sztori kidolgozásával kb. Annyi időt töltöttek el a kedves jó munkás emberek, hogy az csak is egy számjegyű percben mérhető, mert hát nincs. Jó, ez mondjuk túlzás, de nem sok van. Astro és barátai épp a PS5 űrhajójukon szelik az űrt, amikor felbukkan egy zöld űrlény és ellopja a gép processzorát, amit valamiért szeret különféle módokon átvezető videókban vegzálni. Valószínűleg internrajongó. Mikor Astro lezuhan sokat magával egy bolygón is összetöri a hajóját, elindul kontroller hajójával, hogy visszaszerezze az alkatrészeit, legyőzze a különféle világokban felbukkanó rosszarcúakat, és finoman ugyan, de újra adjon egy kis áttekintést a PlayStation történelméről, de ezúttal nem hardveresen, hanem szoftveresen. Igen, ezúttal az Astro's Playroommal ellentétben nem az eddig kijött PlayStation konzolokat és azok tartozékait gyűjthetjük össze, hanem a PS elmúlt évtizedeinek legfontosabb karaktereit, akik nem csak trófeaként teszik tiszteletüket a játékban. De sajnos arra sem érdemes számítani, hogy óriási szerepük lenne. Aki arra várt az előzetesek alapján, hogy az Astro Bot egy összefüggő sztori során behoz a képbe majd néhány nagyon szeretett PS karaktert, az lehet, hogy csalódott lesz. Mert igazából ez történik, behoz ugyan pár karaktert, de a jelenlétüket csak egy-egy pályára koncentrálja. Ezek a pályák viszont elég ötletesek, de nem egyenletes színvonalúak. Maradjunk annyiban, hogy ez azért nem baj, mert még a legrosszabbjuk is baromi jó, a legjobbjuk pedig egyenesen zseniális. És ez nagyjából igaz a játék egészére is, de nem úgy, ahogy gondolnád. Az Astro Bot első világa ugyanis semmi olyasmit nem mutat, amitől elhinnéd, hogy ez a játék bizony az év egyik legjobbja. Már csak azért sem, mert ekkor még olyan, mintha az előző játék felmelegített verzióját játszanád, amiben már akadt pár újítás, de olyanok azért nem, amitől elkerekedne a szemed. Aztán jön a következő világ, kinyílnak a lehetőségek és beindul a parádé. Akkor jössz rá, hogy abból, amit a Team Asobinál fogyasztottak az Astro Bot készítése közben te is kérnél, vagy legalább a dealer számát, hogy meglegyen biztos, ami biztos. Ez a játék egy csodálatos, kreatív őrület. És egy olyan kreatív őrület, amilyenre a PlayStation történetében nem nagyon volt példa. A Nintendo-iban viszont volt, és így kezd el érdekes lenni a buli. Az Astro Bot ugyanis olyan, mint egy gyönyörűre polírozott, nagyon jól átgondolt, tartalmas és izgalmas Nintendo játék, amit Mario és Kirby is megirigyelne. PS-re szinte soha nem jelenik meg olyan cím, ami ennyire megidézni a vetélytárs konzol legnépszerűbb címeit. Talán a Sackboyhoz áll a legközelebb, sokat kölcsönöz is tőle, de Astro inkább a saját útján akar járni. Astro egy tökéletes platformer karakter, aki ugrik, üt, lézerrel aprítja az alákerült ellent, nem mellesleg hipercuki és sűrűn kap olyan power-upokat, amelyek extra képességekkel ruházzák fel. Mi a francot akarhatna az ember ennél többet? Kihívásokat? Megkapod! Ennivaló grafikát? Ott van, csak fel ne fall a tévét. Jó zenéket? Hát ott vannak azok is, tessék parancsolni, fogadjunk, hogy a becsapódási helyszín főtémáját fütyülöd majd te is napokon vagy heteken keresztül. A játékmechanika pedig egyszerűen fantasztikus, ráadásul meglepően változatos is, annak ellenére, hogy alapjában véve minden egyes helyszínen ugyanúgy indulunk. Elkerülünk egy fura, de színes és izgő mozgó világba, ahol előbb-utóbb szembe kerülünk egy extra képességet adó ládával, mely a továbbjutásunk kulcsát tartalmazza. A hátunkra cuppanva ezekkel az extra cuccokkal akár majomként mászhatunk fel falakon, vagy nehéz vasgolyóvá változhatunk, esetleg egy kimondani is furcsa, de jetpack csirkével rakétaként kilőhetünk a magasba, de akár egyetlen gombnyomásra apró kisegérre is változhatunk, és bejuthatunk pici helyekre is. Lehet, hogy a lényeg ugyanaz, de a játékmechanika annyiszor változik, hogy a teljes játékidő alatt úgy érzi az ember, hogy már csak azért is megy tovább, mert tudni akarja, mit találtak még ki az Asobinál, amitől olyan széles lesz a mosolyod, hogy az már ijesztő. Pedig mosolyogni, na, azt nem fogsz mindig. Az Astro Bot ugyanis nem annyira könnyű, mint amilyennek elsőre tűnik, legalábbis akkor nem, ha ki akarod maxolni. És ki is kell, ugyanis a pályákat ugyan nem nehéz teljesíteni, de összeszedni azokat a néha brutálisan elbújt robotokat, akikből a megfelelő számúnak kell lennie a tarsolyodban, hogy tovább juthass, kb. Annyira egyszerű, mint akusztikus gitáron steaket sütni, bár mondjuk egy kis benzin meg gyufa megoldja, de mindegy. A robotok ugyanis néha tényleg nagyon fura helyeken várják a felszabadulást, így nagy valószínűséggel mindenki elsőre végigrohan majd a pályákon, összeszed, amit csak tud pénzből és robotból, aztán visszatér és megveszi a pálya elején 200 coinért a GPS madár segítséget, aki jelzi, hogy merre van az elbújt robot vagy puzzle darabka, esetleg elveszett galaxis. Mivel a játék úgy dobálja hozzád a coinokat, hogy attól Mário is rongyosra zavarodna, nem nagyon kell átgondolnod, hogy mire költesz. A pénz csak arra jó, hogy az előrehaladásod során megnyíró helyszíneken az előző játékból ismert karosgépből vegyél ki szobrocskákat, vagy éppen vehetsz segítségeket, de bárhogy is költesz, nem nagyon fogod elverni a pénzed. Nem is ez a lényeg, hanem a felfedezés és a móka. Felfedezni pedig van mit. Alapjában véve 5 galaxist járunk be a becsapódási helyünkön kívül, melyek mind-mind más és más tematikájú bolygókkal próbálják elhitetni veled, hogy ez a játék cuki, és hogy nem fogsz úgy anyázni, mint egy született anyázó az anyázó világbajnokságon. A játék előre haladtával ugyanis már kifejezetten igyekszik szivatni az Astro Bot, és olyan precíz ugrásokat és időzítéseket kíván, amiket nem néznél ki belőle, de azért persze ez még mindig nem egy Souls-like játék, szóval azért még így is viszonylag mosolyogva át tud rajta szaladni az ember, főleg azért is, mert nincs életszámláló, szóval gyere édes halál, és gyere újra percenként 6-szor. Csak hát nem érdemes átszaladni rajta. Igenis, meg kell találni az utolsó robotot is, igenis fel kell fedezni az elveszett galaxisokat, hiszen elég fontos és szórakoztató pillanatokról maradunk le, ha nem tesszük ezt. A játék képes állandóan ámulatba ejteni azzal, hogy milyen megoldásokat használ, hogy néha megmutatja, mennyire ért ahhoz is, hogy jó legyen a fizika a világjaiban. De a legfontosabbról még nem is beszéltünk, és ez bizony az, hogy már megint Astro kell ahhoz, hogy úgy duruzsolhasson a DualSense, ahogy azt annó szorgos japán agyak megálmodták. Az élmény pont olyan, mint az előző részben, a kezedben érzed, milyen felületeken lépked a kis robot, hallod és érzed, ahogy kihúzza a rugót egy-egy tárgyban, és ezt még nagyon, de nagyon hosszasan sorolhatnám. Nem fogom, mindenki tapasztalja meg saját maga. Az Astro Bot már nem egy tech demo, hanem egy teljes értékű játék, amivel továbbra is lehetne demózni, mire képes a DualSense. Remekül megmutatja azt is, hogyan használható a mozgásérzékelője, és az Isten se tudja, miért nem használják többet játékokban, mert bár kicsit néha képes megőrülni, azért meglepően pontosan lehet használni egy küzdelem során, vagy akkor, amikor vissza kell szerelnünk a visszaszerzett alkatrészeinket a gépbe. Szóval, ha nem szereted a platformereket, de érdekel, mit tud a DualSense, akkor olyan gyorsan játszd végig ezt a játékot, mintha nem lenne holnap. Nagyjából 8 óra alatt ki lehet pörgetni, de ha maximalista vagy, akkor azért rá lehet húzni még jó néhány órát. De bárhogy is játszol, az ötletes boss harcok, a hangulat és az ötletek még akkor is egy boldogabb világba visznek el, ha egyébként látszik, hogy nem sikerült túl sok időt fordítani arra, hogy változatos ellenfelekre ordíthassunk néha idegből a játék elejétől a végéig. Lehet, hogy több típusú ellenfél elfért volna, de igazából minden másban egyszerűen fantasztikus az Astro Bot. Lazán, simán és séróbolata tehető a Rift Apart és a Sackboy mellé. Biztos vagyok benne, hogy állandó helye lesz a PS5-ömön, és nem csak azért, mert Astro lakhelye is egy PS5. Azért mondjuk egy kicsit jó érzés arra gondolni, hogy egy ilyen cukiság mindig ott lakik a konzolomon. Felőlem örökre lehet rajta bérelt helye, mert megérdemli.